Magyar egyetemi sport is ellendült arról a holtpontról, amiben belekeveredett, hiszen új formában működnek az egyetemek, tehát megújítottuk az egyetemi főiskolai rendszert. Gyakorlatilag a kormányzat, mivel a sportot stratégiai ágazatként kezeli, ez a magyar kultúrának az egyik legsikeresebb része, nem is véletlen, ezért extra juttatást biztosít azoknak az egyetemeknek, főiskoláknak, amelyek ezt komolyan veszik. Hát a mai nap ilyen komolyságról szól. Most 2023-ban mindenki azt látta, hogy ez valami rekordkészülés. 16 egyetem vesz rajta részt, 16 egyetemen 176 birkózó, vagy majdnem birkózó, mert van egy amatőr része is, jelentkezett erre a versenyre, ez nagyon nagy megtiszteltetés. 165-en meg is jelentek ma itt, ennyien fognak versenyezni. Épp most beszéltem a Semmelweis Egyetemnek a rektorával, meg a TF-nek, a testnevelési egyetemnek a rektorával, és mind a ketten nagyon örülnek annak, hogy a birkózók komolyan vették azt, hogy ma már nem elég, szükséges, nagyon fontos, hogy a birkózó szőnyegen megöregedett, sikereket elért bajnokokból tudjunk edzőket, hiszen ők mintát adnak meg. Hát fogásokban, meg mindenben azért ők vannak ott, de erre föl kell készülni szellemileg, lelkileg is, és ez a képzés, ez nagyon fontos, az egyetemi képzés, az edzői képzés, hogy ez beinduljon, sőt a tudományos munka, amit ez mögé tudunk rakni, élettudományban például, hát a birkózóknál nagyon fontos, ugye itt most csak a fogyásról, hízásról beszélek, ugye, hogy itt hogy kell a súlyunkat megtartanunk, ez ma már sokkal összetettebb problémát jelent, mint néhány évvel ezelőtt. A mai világban ez a küzdőképes sportágaknak óriási jelentősége van. Ezt komolyan gondoljuk, hogy az értelmiségi nevelése szempontjából is. És a testnevelési egyetemen hosszú évtizedekig házi bajnokságok, óriási küzdelmek voltak. Volt, hogy két tévétársaság közvetítette a házi bajnokságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a héroszok, a hősök, ahogy látjuk az ókori olimpiák és a sporttörténelemben mindig a küzdősportágokon keresztül voltak a legjobban bemutathatók. És talán egy fontos gondolat, hogy a magyar értelmiségi, akik kikerülnek az egyetemről, az életmód, életminőség miatt és a küzdőképes tudás miatt nagyon fontos ezeknek a sportágoknak a magas szintű művelés. Létrehozunk a Hajós Alfréd tervben egy különleges tehetséggondozó területet, ahol a kiemelkedő képességi sportolók, akik képesek arra, hogy talán nem a legrövidebb idő alatt, de hosszú távon egyetemi diplomához jussanak, megfelelő mentorálással eljussanak a végső diploma megszerzéséig. Én azt gondolom, hogy a legjobb edzők, a legjobban kiművelt emberfők az adott sportág specifikus területen, azokból lesznek, akik magas gyakorlati, világszintű teljesítmény mögé, mind pedagógiailag, mind emberileg alkalmasak erre. Mi nagyon szeretjük ezeket az embereket, és külön programot a testnevelési egyetemen biztosítunk számukra.
De a birkózás talán a szakedzői képzésünkön keresztül érthető meg a legjobban. Ugye most is például Komáromi Tibor, Bácsi Péter is a hallgatóink között van. Itt van, talán mondhatom, hogy minden korosztály ismeri Barna Tibor tanárurat, aki évtizedekig oktatta, és most is aktívan képviseli a birkózást az egyetemen. Vagy Lőrinc Viktor is ugye végzett nálunk Tamással együtt. Tehát a birkózás azt hiszem, hogy nagyon komoly kiemelt figyelmet kap, és nagyon örültünk, amikor a MEFOB rendezésének ötletével a szövetség megkereste a TF-et. Több mint 100 résztvevőből körülbelül olyan 40 lehet, aki a TF-et képviseli. Nincs nagy számszerű elvárásom velük szemben, de természetesen úgy gondolom, hogy aki a testnevelési egyetemet képviseli TF-esként, annak a magyar bajnoki cím az egy olyan, amivel az egyetem rangját is emeli. A gyerekekkel minden edzés előtt elmondatom, hogy milyen versenyzőt nevelünk, és erre kórusban mondják, hogy gondolkodó birkozott. Ez egy nagyon komoly arcpolitika, és egy nagyon-nagyon szerves része a tevékenységnek, és mi a célunk? A világ legyőzése. Én azt gondolom, hogy a Kozma István Akadémia különlegessége, az Egyetem Szövetség és a Birkozott Szövetség komoly odafigyelése kellett ahhoz, hogy ilyen létszámban részt vegyenek a versenyzők. Nagyon fontos egyébként az egyetemi élet az életemben, mert muszáj valamit majd a birkózás után csinálnom. Egyébként kicsit fel is dobni, ha nagyon benne vagyok ebbe a körbe, hogy csak a birkózás, csak az edzőtáborok, amúgy kicsit ugye jó így fájba, kicsit felfrissülni azzal, hogyha bemegyek az egyetemre, kicsit más közeg, előadásokat hallgatok, szóval nagyon fontos része, és nagyon jó volt egyébként az egyetemi világbajnokságon is részt venni, és nagyon nagy élmény volt számomra. Mindig is fontos volt, hogy öregbítsem az egyetemem hírnevét, ezáltal a Budapesti Műszaki Egyetem színeibe induljak egy úgymond ilyen neves bajnokságon, és én ezt mindig is komolyan vettem, függetlenül attól, hogy ez nem egy válogatott szintű bajnokság. Gyerekkoromban, amikor levittek a szüleim birkózni, mellette végig is mondták, hogy nagyon figyeljek a tanulásra, hogy ne menjen a kárára, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, és több lábon kell állni az életbe, esetleg egy váratlan sérülés, ami keresztül vághatja sportolói pályafutását akárkinek, és emiatt ugyanolyan szigorúan vettem a tanulást is, mint a sportolást. Hál' Istennek ment párhuzamosan elég sokáig mind a sport, mind a tanulás, és egyetemet is tudtam végezni amellett, hogy benne voltam a felnőtt válogatottba. Nem volt számomra nehéz elhelyezkedni a civil életbe, és nem pedig a sportolói pályafutásomat továbbíve. Ezért mindenkinek, aki sportol elég komoly szinten is, annak ajánlom, hogy a tanulmányokra is ugyanolyan sok időt szenteljen, mert soha nem lehet tudni, mit az a jövő.